Rezsák Péter, kivitelező építész vagyok, sziasztok, a szaki ellenőr. Na most az egyik legfontosabb tevékenységemet fogom nektek itt megmutatni, egy koszorú vasallást veszünk át. Ez egy olyan épület lesz, ahol egy rácsos tartós tetőszerkezet fog felkerülni. A rácsos tartókat már felmérték, valószínűleg már gyártják is. Itt a fiúk bebetonozzák ezt a koszorút. Hát elég cudar állapotok vannak itt, mert ilyen 0-1 fok körüli hőmérséklet van, de ebben az időben még éppen meg tudják csinálni a vasat, szépen megszerelték, és megmutatom nektek, hogy hogyan néz ki ez a vasalás. Itt van a fal tetején a zsalu elem. Ez egy ilyen előre gyártott cementkötésű faforgácslapból készült zsalu szerkezet, amit ilyen fém profilokra csavaroznak rá üzembe. Hát ugye ez is az élő munka csökkentését támogatja, és itt a helyszínen ezt már csak purhabbal kell felragasztani. Ez egyébként itt teljesen normális dolog, hogy purhabbal felragasztják, betonlé alul nem tud kicsorogni, ami fontos, hogy ha megnézitek, le van kenve a téglának a teteje. Ez itt nem hó, bár nagyon világos színű, hanem cementhabarcs, és akkor arra került rá ez a U zsaluval merevített cementkötésű lap. Itt kívülről még nincs rajta hőszigetelés, viszont a helye megvan, és ide utólag lesz majd felragasztva a homlokzat készítésnek a fázisában. És akkor itt nézzük a vasat. 6 szál fővas van benne, kengyelek, meg van kötve, és itt a sarokvasalat, amit nagyon nehezen tanulnak meg az iparosok, hogy itt ez a sarokmerev kapcsolat kialakuljon. Lényeg az, hogy legyen kívül egy vas, legyen itt egy vas, ami kívül van, majd átfordul a belső oldalra, és utána egy másik vas, ami a belső oldalon fut, és átfordul a külsőre. Tehát gyakorlatilag itt 3 darab vas az, ami a sarokmerev kapcsolatot kiadja, és ugyanez megvan az alsó szinten is lent. Ettől lesz sarokmerev a kapcsolat. Én mindig ezt szoktam elsőnek megnézni. Egyébként ezt minden statikus rárajzolja a tervre. A kivitelezőknek a 80%-a mégsem tudja megcsinálni. Mondjuk a vasszerelők azok tudják, de mikor köművesek szerelnek vasat, akkor nem sikerül. Szerintem ez egy kicsit túl lett gondolva, mert 6 szál 12-es, illetve 14 mm-es vas állít fölfele. Ez eléggé durva keresztmetszet, hát a statikus úgy gondolta, hogy itt erre szükség van, de mi elfogadtuk és megépítjük. És akkor itt körbe meg lehet nézni az épületet. A fiúk kotorják le a havat, majd megkérem őket, hogy rakjanak fel korlátot, mert ugye az nincs mindenhol, de egyébként azt mondom, hogy nagyon szépen néz ki ez a dolog. Nyilván fog belekerülni majd kötésgyorsító, fagyásgátló adalékanyag, és akkor teljesen rendben lesz. Itt lesz egy csúcsfal, ugyanis ez egy zárt sorú beépítésnek számít, és itt elképzelhető, hogy lesz mellette egy másik épület, emiatt mindenképpen csúcsfalat kell építeni, de addig is, ameddig nem lesz itt az épület, addig egy masszív csúcsfalnak kell ennek lennie, emiatt készül ebbe egy ilyen durva vasalat. Na majd lentről is megmutatom nektek akkor a többi részét az épületnek, mert szépen halad itt.